Magyarországról is betört az Omikron. Ennek a terjedési képessége magasabb, mint az előző variánsoké, de kisebb a klinikai megbetegítő képessége, mondja a pécsi virológus. Nem a tüdőt támadja, a felső légutakat fertőzi meg, és okoz enyhébb vagy súlyosabb megbetegedést. A terjedési képesség megnövekedése miatt nagyon sok fertőzött lesz. Ennek mentén biztos, hogy a kórházak leterheltsége is várhatóan meg fog növekedni, de ezt nem tudjuk pontosan. Ha nagy számok törvény értelmében gondolkodunk, akkor több fertőzöttből potenciálisan több olyan szegmens, több olyan szelet lehet, akinek súlyosabb, amik az enyhébb klinikai tünetek ellenére is esetleg súlyosabb klinikai megbetegedést okoz, ők pedig kórházi ápolást igényelnek. A vírusnak a fennmaradása szempontjából az az érdeke, hogy ne okozzon súlyos, halálos betegséget, mert akkor nem tud tovább fertőzni és fennmaradni. Ezért várnak idővel enyhébb betegséget okozó variánsokat. Az lenne logikus, hogy az enyhébb tüneteket okozó, a jobban terjedő variánsok fognak következni, de azt gondolom, hogy ez egy sokkal-sokkal hosszabb időskálán kell érteni. Tehát ez most nem megjósolható. Elképzelhető, hogy az Omikron egy ilyen beesett variáns volt, és a következő variáns az ismét egy a tüdőt érintő és sokkal súlyosabb megbetegedést okozó variáns lesz, nem lehet megjósolni. Ez akár éveket is jelenthet, amire a szelidebb változatok kiszorítják a halálosabb koronavírus mutánsokat. Az oltások felvétele fontos, sőt a harmadik megerősítő vakcináé az Omikron esetében is kiemelten fontos az erősebb védettség miatt, mondja a szakember. Most a kutatók kiértékelik a harmadik injekció hatását, és ez alapján lehet majd megmondani, hogy lesz-e negyedik oltás vagy sem, mondja Jakab professzor.